Isten áldja meg azokat, akik ezen a helyen élik át a mozgás és a játék szeretetét. Aradi András evangélikus esperes áldásával kezdődött a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus általános iskolában lezajlott fejlesztések hivatalos átadója. Karl Ákos, a Keka Group Kft. Ügyvezetője azt mondja, a több százmillió forintos beruházás során belső és külső felújításokat is végeztek egyaránt. Az intézmény falain belül megújultak a vizes blokkok, 4 osztálytermet és 2 szaktantermet alakítottak át, továbbá modern digitális eszközökkel szerelték fel a helyiségeket, illetve a teljes udvari részt is korszerűsítették. Rekordhános futópálya készült, a teljes parkosítás, egy külön focipálya, futóalagút készült, illetve 2 teljesen új kisgyerekek számára is használható játszótér került átadásra. A munkáknak a vége az gyakorlatilag most még zajlik a következő 1-2 hétben, aztán teljes egészében átadásra kerül majd a gyerekeknek. A hivatalos átadóval egy időben jótékonysági futást is szervezett az iskola alapítványa. Az átmozgató közös bemelegítést követően a legkisebbek egy kört kocogtak az új pályán, továbbá voltak, akik a városban, a legbátrabbak pedig egészen Majosig futottak, illetve gyalog is megtehették az utat. Az iskola alapítványa így tud pénzt gyűjteni, mert hát nem titok, nem titkolt szándékkal, azért az emberek, az idejáró szülők is nagy részt kivették a részüket a támogatásból, a környékbeli és a helyi cégek, és hát reményeink szerint majd még esetlegesen pályázat útján még tudunk még támogatást szerezni, hogy ez a több százmilliós beruházás kifizetésre kerüljön. Andorka Gábor elmondta, hogy a jövőben szeretnék tovább fejleszteni az intézményt.